Gyarmati István, nagykövet, Oroszország szakértő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ugye Oroszországgal kapcsolatban nagyon nehéz tudni, hogy mi az igazi, és mi a nem igazi. Úgyhogy hadd kérdezem azt meg először, hogy Nyemcov igazi ellenzéki volt? Én azt hiszem, ő a kevés igazi ellenzéki egyik, ő anyagilag is elég független, politikailag is elég független. Az orosz ellenzéknek pont az az egyik baj, hogy túl függetlenek már, hogy egymástól is függetlenek, és nincsenek egységbe. Ő valóban veszélyes volt Putyira? Veszélyes lehet, veszélyessé válhat mindenképpen. Most momentán senki se veszélyes Putyin. De Nyemcov veszélyessé válhatott volna? Nyemcov feltétlenül, igen. Ő egy higgadt, nem túlzásokba eső, nem egy extremista figura, aki, hogyha egyszer netalántán kialakul valami ellenzéki, befolyásos ellenzéki mozgalom Oroszországban, nagyon esélyes arra, hogy az egyik vezetője, ha nem a vezetője. Hát esélyes lett volna, hogyha le nem lövik. Létezhet Oroszországban független vizsgálat? Tehát a rendőrség az valóban vizsgál és nyomoz és kiderít? Hát azt nem gondolom, kivéve ha bizonyítékaik vannak, hogy ez nem az orosz államnak a műve, akkor nagyon úgymond függetlenek lesznek, pontosabban nem lesznek függetlenek, csak a vizsgálatot fogják alaposan elvégezni. Az ön véleménye szerint Putyinnak érdekében állt ez a gyilkosság? Ezzel nem azt kérdeztem, hogy ő rendelte el, csak azt, hogy érdekében állt. Igen is, meg nem is. Én azt gondolom, hogy az ellenzék a diktatúrákban, méghozzá az ilyen hát nem igazi sztálini diktatúrákban, ez egy nagyon furcsa dolog. Ha visszagondolunk, hogy mondjuk 1988-ban Magyarországon kigondolta volna, hogy 90-ben Antal József lesz szabad választások után a miniszterelnök, 2 évvel előtte nem tudtuk, pedig Magyarország sokkal liberálisabb és nyitottabb volt, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz Oroszországban 2 vagy 3 év múlva. Köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk, ne menjen el, kérem szépen. Jó? Olyan mértékben értéktelenedett el az ukrán pénz, a hrivnya a héten, hogy végül az elnöknek kellett utasítani a kijevi nemzeti bankot, hogy avatkozzon be. A pénzromlással együtt megugrott az infláció is, és bár mindent lehet kapni az üzletekben, de annyira drágán, hogy az emberek képtelenek megvenni. A szakadárok által ellenőrzött nagyvárosban, Donyeckben sokan hónapok óta nem kaptak se fizetés, se nyugdíjat. Az emberek az utolsó tartalékaikat érik fel. Áruval megrakott hipermarket az orosz barát régió fővárosában, Donyeckben. Szemmel láthatóan mindent kapni, azonban az emberek nagy része képtelen megvenni, amit szeretne, mert a háború és a gazdasági nehézségek miatt az árak az egekbe szöktek. Csak az elmúlt hetekben legalább 50%-kal drágult minden élelmiszer, mondja Olga, aki hozzáteszi, mindent lehet kapni, de megfizethetetlen áron. Tatjana egy másik szupermarketben pedig arra panaszkodik, hogy neki már csak egy tejfölre futja. Nézze, ebből az árudömpingből csak ezt a tejfölt tudom kifizetni. Augusztus óta nem kapok nyugdíjat, már hozzá kellett nyúlnom ahhoz a pénzhez is, amit a temetésemre spóroltam össze. Bár a harcok zömében elkerülték Donyecket, a romokban lévő ukrán gazdaság ennek ellenére rányomja bélyegét a mindennapokra. A városban működő pénzváltók már ki sem írják a vezető nyugati valuták árfolyamait, hiszen hónapok óta nem lehet hrivnyáját, sem dollárt, sem eurót kapni. Az ukrán pénzt 1996-ban vezették be. Jól mutatja elértéktelenedését, hogy míg 2000-ben még 55 forintot kellett adni egy hrivnyáért, addig ma már csak 8-9 forintot ér. A Kárpátaljáról kaptunk egy levelet. Reggel 1 euró már alig 36 hrivnyát ért, ez azt jelenti, hogy például az apósom havi 1000 hrivnyás nyugdíja 27 euró, nagyjából 8700 forint. A minimálbér 1218 hrivnya, vagyis most 33 euró. Tehát egy nyugdíjasnak kevesebb, mint napi 1 euróból kell megélnie. Ez meddig mehet így? Ja, addig háború van, addig lehet bizonyos mértékig csinálni ezt, mert az van mire fogni? Az embereknek, meg ugye egyrészt van bűnbak, másrészt nem oktalanul, másrészt meg az emberek tűrőképessége nagyobb, amikor háború van, de hát a végtelenségig ez nem megy. Ugye most már sokan beszélnek arról, hogy egy második majdan is lehetséges esetleg, ahol a jelenlegi rendszer ellen fognak az emberek, persze egész más okokból föllázadni, és hát nyilvánvaló az orosz titkosszolgálatok vadul dolgoznak azon, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Most ugye a keleti rész pontosan ugyanolyan rosszul ér, mint a nyugati, sőt még rosszabbul, mert nyugdíjat se kapnak az emberek. Tehát egy idő után Putyin akár azt is mondhatja, hogy na jó, ebből elég, most már segítek.
Hát segít is. Ugye, de hogy most aztán igaz. Több milliárd dollárt pumpálnak be ezekbe a térségekbe, de hát főleg a katonai műveletekbe. Nem igazán van Oroszországnak arra pénze, hogy eltartsa ezeket a területeket. Hát ez az egyik esélye annak, hogy esetleg a tűzszünet és valami fajta, ha nem is rendezés, de a helyzet befagyasztása belátható időn belül bekövetkezhet. Én azt gondolom, hogy ha elfoglalják Mariupolt és megteremtik azt, ami eredetileg a célja volt az orosz vezetésnek, hogy szárazföldi hidat teremtsen a Krímbe, akkor van esélye annak. Kétséges sincs, hogy Mariupolt el fogják foglalni. Nem hiszem, hogy előtte megállnának. Miért is állnának? Mert tűzszünet van például. Ja, bocsánat, ezt elfelejtettem, igen, de az úgy tűnik, hogy az oroszok is elfelejtették. Úgy tűnik, elfelejtették. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és mindezt elmondta nekünk.